fate of Middle-earth hangs by a thread. The host from Dol Guldur marches relentlessly north towards Dale and Erebor. Sauron's armies lay siege to Minas Tirith in the south. Frodo makes his way into Mordor. Glorfindel and Glóin arrive at Mirkwood to meet with King Thranduil of the Wood Elves to further the alliance between elf and dwarf. Unaware of the council taking place in Mirkwood, King Dane of the Dwarves grimly prepares for what may well be his final battle. Na sziasztok, kacukítom, és itt vagyunk a Gyűrűk Ura harc középföldét 2-vel, és elérkeztünk Ereborhoz, amit ugye, ahogy a vezetőben is láthattuk, meg kell, hogy védjünk, illetve gondolom el is kell foglaljunk. Ó, nagyszerű. Építsünk egy erődöt. Oké. Na, az erőd az mondjuk itt lesz. Ha, mennyi cuccunk van? Hoho. Na, először is megnézzük, hogy hol tudnak bejönni. Ha, ez itt tetszik, igen. Itt egy őrtorony. Igen, Mordor seregeinek érkezése 14 perc múlva. Ha, itt van az egyik. Cucca, hol majd be fognak tudni jönni. Úgyhogy ezt oda rakjuk. Igen. A másik az ugye itt a főkapu. A harmadik pedig itt van. Hát ez csodás. Oké, tehát háromféle útvonalon tudnak majd bejönni. Hát ez nagyszerű. Oké. Semmi gond, őrizzük a pánikot. És ide rendeljük az egységeket. Oké. Először is fejlesztjük ugye második szintre a kaszárnyákat. Mert miért ne? Igen, vannak itt ilyen törpe fejszehajítóink. Na akkor te meg te. Eljössz tök kérlek szépen. Ide. A másik kettő eljön. Ide. Illetve lassan elkezdjük ugye a főkaput is megerősíteni. Épül szépen az erődünk. Itt ugye szépen be fogunk rendezkedni. Ezt a cuccot még nem csukjuk be. Oké, te menjél innen. Itt leszel valahol, jó. Mindjárt kész van az erődünk. Teljesen jó. Tele vagyunk ilyen kis kék cuccokkal. Amivel ugye semmi baj nincs. Tudunk mi majd elvileg olyat csinálni, hogy így van. Tüzes nyilat fejlesztük, és Dalai íjászokat fogunk képezni. Így, ni. Most ezt miért kell harmadik szinte? Tök mindegy, mint mondjuk. Jó, oké. Azt kell erről tudni, hogy ide csinálunk olyat, hogy mondjuk törpe kőmunka. Hát az simán szerintem. Csinálunk ide bányaknát, hogy jöjjön a pénz. Az ugye nem fog ártani. Építünk őrtornyokat. Legalább kettőt. Ugye ide a kapuhoz. Illetve majd fogunk olyat csinálni, hogy... Oké, na benne vagyok, hogy itt ezt a cuccot foglaljuk el. Hoppá, már meg is érkeztek, vagy nem tudom ez most mit jelent, de mindegy. Igen. Jó. Ide majd hozunk ki ugye valami ballista-szerűeket. Oké, csinálj még egy őrtornyot, mondjuk oda. Kész van a bányak, na tökéletes. Hú, hát ott nagyon keveset adna, úgyhogy nem. Mit tudom én. Ide, annyi a lényeg, hogy jöjjön a pénz. Ezt a cuccot is fejlesszük így, szépen. Hát igen, ugye elkezdték befoglalni a kis városkát. De ezzel semmi gond nincs. Erebornak
Igen. Ja, ez lenne itt dél. Ó, értem. Tehát ott kéne nekem egy erődöt építeni. Vágom. Vágom a témát. Oké, még csinálunk íjászokat. Ja igen, nekik már ki van fejlesztve, nagyszerű, milyen menők vagyunk. Hát igen, ezeket itt lehetne mártana. Kicsit meggyepálni, de már mindegy. Ugye? Úgyhogy, ugye ennek a trónnak kell itt épségbe maradni. Itt csinálunk olyat, hogy tüzes sebzés. Ez kell, igen. Van szabad építészünk, velük csinálunk egy olyat, hogy mondjuk ide egy tűz helyet. A másikkal meg egy kovács műhelyet. Igen, ez eddig nagyszerű. Itt kifejlesztjük a kovácsolt pengéket. Nagyon jó. Íjászokat hozunk ki ide. Meg valahova ide is lehetne. Aha, oda. Viszünk oda is. Na, ti gyertek csak ide. Így. Így, igen. Vannak még nekik is ilyen képességeik, zsír. Eddig itt nagyon jó. Nem sokára majd mindjárt kivonulunk, és akkor nagyszerűek leszünk. Oké, csinálunk egy olyat, hogy... Ilyen hősi szobort építünk ide. Fejlesztjük a kovács műhelyet. Csinálunk olyat, hogy... Hősök csarnok, az nekünk nem kell. Olyanunk is van, őrtorony nem. Bástya. Bástyát ide tudunk rakni. Hát megnézzük, mondjuk oda. És akkor ezt mondjuk így befalaznánk, az is szerintem teljesen jó lenne. Itt ugye nyugodtság van, mert meg lesznek a dolgok védve. Nagyon jó. Hol vannak az íjászaim amúgy, akiket ide rendeltem, nem tudom, hogy hol vannak. Menjél ki oda. Oké. Ja, hogy három van. Elnézést kívánok. Akkor van még egy, nem? Nem. Pontosan nem. Te gyertek ki. Oké, és lassan elérjük ugye a népesség limitet, itt tele vagyunk ilyen, nem tudom mik ezekkel. Oké, na, megnézzük, hogy... Mondjuk idáig. Igen, kovács műhelybe kifejlesztjük a katapultot. Igen, azt kifejlesztjük, megfejlesztjük egy szinten magasabbra. Hogyha már úgyis itt vagyunk. Oké, csinálunk őrtornyokat. Mondjuk ide. A másikkal meg mondjuk... Na, ide miért nem tudok? A másikkal meg mondjuk oda. Ezek a szarok egyre többen vannak. De ez minket nem tántorít el semmitől. Oké, itt erre húzunk egy falat, így. Remélem be tudom falazni itt a dolgot, mert akkor nyilván sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. Oké, és ezt itt megvárjuk, és közben nézzük ugye a kovács műhelyet. Aha, lett katapultunk. Gyere ki oda. Kell még kettő. Egy, kettő. Mondjuk oda. Növelni kéne ugye a népesség limitet is, de azt hiszem ezer a maximum, ami annyira nem jó. Na, meddig tudom ezt berakni? Oho! Hoppáka! Aha, már itt is megy a harc. Értem.
Hát ez csodás. Ezek a kis szarok már be is jutottak. Ez meg itt egy... harcitról? Úgy látom, igen. Csinálunk egy... Menj már rá, hülye, hát le fogja rombolni a cuccunkat. Ide csinálunk egy... hátsó kapu? Nem, egy sima kaput. Igen, ő meghalt, na végre. Már ideje volt. Hát ez most tökéletesen szarul sikerült. Semmi gond. Rakunk ide vissza egy IAS tábort. Oda csinálunk egy izét, meg ide is kéne majd, csak még nem tudok, hogy mi van. Nem elérhető. Mert miért nem? Aha, aha. Perfekt. Beléjük nem tudok vinni, jó. Hol van már a munkásom? Na ezt a katapultot, ezt elküldjük, kérlek szépen ide. Meg elvileg lesz még egy. Így van, kifejlesztjük a mitripáncélot, az ostromkalapácsot, meg a kovácsolt pengét is. Ugye legyünk már tele ilyen dolgokkal. Az mekkora már kijön a földből ez a katapult, ez nekem tetszik. Nézzük meg, hogy jön ki. Hogy csináltad? Taníts. Nem, nem fog tanítani. Oké, rak vissza. Jó. Itt ezek... Ajajajajaj, olifántok, az már annyira nem szimpatikus. Ide még nem küldtem katapultot? Hogy? Semmi gond. Akkor csinálunk, most csinálnánk, de most még nem. Semmi gond. Ezek majd valahol meg fognak indulni, én úgy gondolom. Hát egyetik egy kis izét. Szerintem szeretitek a zárótüzet. Így bizony, az elefántok miért nem gyulladnak fel? Már is egyszerűbb dolgunk van. Zsír király, oké. Itt is hol a katapult? Ja jó, most jön. Így, igen. Gyertek már ki. Úgy bizony, igen. Ide is kéne egyet hozni. Csak az a baj, hogy elértük a népesség limitet, így van. Ami annyira nem jó. Oké, kifejlesztjük a mitril páncélzatot. Nem tudom, miért nem lehet egyszerre. Valami oka biztos van. Így. Így, nagyszerű. Így. Ti is kaptok ilyet. Oké, nektek is adjunk mitrilt, jól van. Nektek is. Katapultnak gondolom nem lehet, igen, meg is lepődtem volna. Így szépen bevédjük itt a dolgokat, és amúgy erre jönnek majd az olifántok szerintem. De rakjunk majd ilyen déli jászokat, hát most úgy tudom jobbra használni. Érted? Már nem mindegy, hogyha ide lerakom őket. Nem támadnak azok semmivel, nyugi. Ó, itt is vannak még jászok. Menjetek be abba a toronyba, ne menjetek be, mégse. Ezt kinyitjuk. Csináljunk bányaknát mondjuk ide. Hát ha növekszik még egy kis a népesség. Cucc, és aztán most már elvileg nagyjából jönniük kéne. Remélem meg fogom tudni tartani. Mondjuk annyira nem állunk rosszul. Kovácsolt pengéket ki kéne fejleszteni. Ja, hogy nincs annyi, jó van. Most már van. Jaj, de menők vagytok. Ezek gyógyulnak, ez így nem jó. Oké, nem lehet semmi probléma. Rakunk még ide is egy őrtornyot mondjuk. Menjünk oda. Egyet fejleszünk nekik mondjuk, igen. És akkor szépen várjuk a támadó hullámot. Hát szerintem elég szépen védekezünk. Én is remélem.
Azt senki nem mondhatja, hogy gyenge a védelem. Majd meglátjuk. Remélem ki fog tartani a dolog. Oké. Ja, már ki van fejlesztve, jó van. Akkor mit tudom én, kinek nincs még kifejlesztve. Nekik jó. Kapjanak ők is. Igen. Nem építek falakat, hogy megvédjem. Én most Erebóra koncentrálok, úgyhogy ne haragudjál. Hol a másik? Ugye jó, hát az építészeket hozzuk már be ide. És az a baj, hogy nem nől a népesség limit. Ez baj. Sajnos. Úgyhogy hát ennyi emberrel kell gazdálkodni. Itt szerintem jó helyen vagyunk. Ez ugye nyitva van, direkt. Úgyhogy... ha esetleg erre jönnek, akkor meg fognak halni. Mint állat. Nem, nem menjél oda. Mert hol az első támadási hullám? Aha, aha. Aha. Hú, de sokan vagytok. Ja, hogy már több támadási hullám is lesz, nem már. Jó, bombadilla, nyerünk. Mekkora komoly a kis csávó. Ó, oh, de vagány a cucc. Figyeld már. Ezek egy kicsit sokan vannak, vagy csak én érzem úgy? Nem baj, nézzük meg először, hogy miket fogunk majd még tudni. Földrengés, igen. Napsugara. Igen, árvíz. Az majd jó lesz az árvíz, igen, azt kéne majd kifejleszteni. Nagyon esztétikusan. Hát gyerekek, csak reménykedek benne, hogy elég lesz a védelem. Katapultot egy kicsit hátrébb hozzuk, mert hát nehogy már fronton legyen. Nem tudom most... aha, ez egy Nazgul, ha jól tudom. Nazgul lovas, még tök mindegy, mert egy lovassal nem fogja tudni megölni az összes egységemet. Úgyhogy nagy baj nincs. Oké, nézzük ezt a Rambó rohamot. Igen, már kapásba kapott egy-két lövedéket. És még ugye most jön a java. Még most fog ide beérni. Na gyere, cice, gyere. Mindenki erre jön? Hát igen. Lényegében tök mindegy, úgy látom. Ti hova mentek? Álljatok már meg itt. Ilyet nem játszunk. Na. De hova mentek? Ja, várjál már, hogy jutott be oda az gullós? Ja, egyszerűen mondjuk, igen. Igen. Hol van a... félemlítsük meg, vagy ezt nem lehet? Gondolom, hogy ezt nem lehet. Na jó. Hm. Oké, hát ezt elkurtuk, de az tök mindegy. Jézus szíve. Így, igen. Adunk nekik ilyet. Ugye a nagy része az erre jön. Lőj egyet az olifántra. Köszönjük. De mondom, lőjél már egyet az olifántra. Most mit nem értesz? Hú, de egy bullshit. Igen. Ez eddig csodálatos. Ó, hát van itt minden, ami szemszájnak ingere. Hallod, baszki, valamit csinálj már. Oké. Ide csinálunk akkor délíjászokat. Itt ugye, hogyha jönnek, akkor innen fognak, igen. Vagy innen. Hát ezt azért nem lenne jó dolog. Úgyhogy kezdjünk el még ide is képezni. Elég bullshitül állunk. Itt nem, csak ott. De itt nagyon. Nem engedjük akkor se. Gyerünk. Az olifántok nem bánnám elmennének innen a halálba.
Jaj, ne akarja már rombolgatni. Azt ott... Így van, mindjárt megvan, ahogy hívják. Ah, mi az? Árvíz. Oké, hát itt nagyon szépen tartjuk, igen. Egyedül ugye itt vagyunk szarásba. Jaj, hogy nincs elég nyersanyag. Ez jó. Csak szar. Őt lőjétek, köszi. Ti őt, igen. Gyertek erre. Ajajaj, hát igen, az olifántoktól egy icipicit azért félek. Úgyhogy mondjuk őt. Így, leüljük bombadilt. Na, erről van szó. De nagyon jó vagy. Na, az olifántot üsd meg nekem egy kicsit. De nagyon menő cucc. Figyeld már. Ez tetszik. Boxold le az olifántnak a seggét, így van. Nagyon király vagy. Imádlak. Mindjárt visszaverjük őket. Annyira nem rossz. Oké, hát ez nem így volt eltervezve, de így is jó. Megvan az árvíz. Na, nem már. Fejlők eloszlatása. Jeges eső, igen. Megbénítja az ellenséges egységeket. Jó, akkor majd következőbe fejlesztjük ki az árvizet. Gyerünk már, öljed meg. Na, az első hullámot visszavertük, mi van? Mekkora menők vagyunk. Hát jó, visszaverem én a másodikat is, nem arról van szó. Most egyelőre várjunk az íjászokra. 3 perc múlva jön a második hullám, de jó. Nem baj, ugye a főtér az teljes mértékben védve van, úgyhogy azzal gond nem lehet. Ezt a kettőt mondjuk hozzuk el ide. Meg középre nem nagyon jönnek, úgy látom. Attól nyilván itt nem viszünk el egy egységet sem, mert az még véletlenül se következhet be, hogy itt elveszítjük a dolgokat. Igen, népesség limit kiakasztva lényegében, úgyhogy király. Hát ezzel nem tudom mi van. Nem baj. Adunk neki egy zászlóvőt. És akkor újra jeled majd az egész egység, gondolom. Remélem. I hope this. Ti is menjetek el ide. Ti menjetek ide. Tehát nem szarozunk. Fölösleges ott lenni. Nem nagyon tudnak magukkal mit csinálni. Nem tudom, remélem ez a mentő nem hallatszódik bele a felvételbe. Sajnos nem tudok valamit csinálni. Igen, nektek kifejlesztjük. Nektek meg a páncélzatot. Oké, de győrtornyot. Igen, rakjunk egy törpe gazdagságot. Mondjuk ide. Hogy termeljen nekem a cucc rendesen. Azt nem tudom, ezt elvileg felújítják majd, vagy valami? Nem bánnám. Oké. Okay. Hát alapjáraton jól állunk. Azt hiszem 3 támadási hullám lesz, hogy valahogy így. Hát azt csak remélem, hogy nem lesz annyi, de hogyha lesz, akkor tök mindegy. Mert úgyse tudok valamit csinálni. Nem baj, lesz zárótüzem, úgyhogy milyen megjelennek itt a kis dolgok, egyből kapják majd az ívet. Hát a főkaput azt egyáltalán nem féltem, tehát itt van a király is, meg minden ilyesmi, itt van 2 tűzhely, szobor, vagon, őrtorony, szóval annyira nem veszélyes a téma. Már csak azt várnám, hogy végre a árvizet ki tudjam fejleszteni, mert az ugye elég sok mindent elsodorna. És már konkrétan egy hullámot vissza is tudnánk verni kapásból. Úgyhogy haladjatok már, legyetek kedvesek. Oké. Okay. Igen, ez itt egy ilyen barak dolog. A... Hogy hívják? Akkor nem tudok kifejleszteni. Mert már honnan szedtem innen az ígyászokat?
Valahonnan innen, nem? Innen bizony. Fejleszünk akkor a harmadik szintre, én azt mondom. És akkor lesz zászlóvivőnk is. Úgyis van most annyi kis megspórolt pénzünk. Oké, van gyógyítás is, az már szerintem ide fog menni. De egyelőre jól állunk. Törpe, mitril, páncélzat, azt ki akarom nekik fejleszteni, mert nyilván akkor egy kicsit többet bírnak. Úgyhogy igen. Jelentősen növeli a sebzési enyelését. Micsoda? What the fuck this shit? Hú, te! Na, akkor kapsz te is. Tessék, egyéb. Bombadírt is megkapod, meg az íjászaimat is. Plusz még ugye a fénygenyót is. Na mi van? Most legyél kemény. Oké, küldjük be a képességet. Ez nem tudom mi volt, mert megint pixelesedik. Gyógyítsuk őket. Az olifántokat nagyon szeretném ugye megöldösni. Hát ez fájt, gyerekek, tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez, hogy így most kapásból letaroltott az egész védelmet, ez fájt. Lehet, hogy azért volt mondjuk, mert kivittem őket, lehet nem kellett volna. Na. Nyomja rájuk egy ilyet. Miért pixelesedik be ilyenkor a játék? Nem értem. Sok az olifánt egy kicsit, én úgy gondolom. Oké, hát ugye elnyomtuk minden képességet, úgyhogy ez így nagyjából ennyi volt. De nem baj, jelentősen csökkentettük őket szerintem. Még most kellett volna ide egy zárótűz. Azt aláírom. Jó, hát viszont itt nem tudom mi lesz. Ja, de tudom, itt vannak a felmentő seregek. Tökéletes. Oké, javítson is nagyon szépen. Ide hozok egy pár csapatot, nem már, hogy mindenki erre jön. Atya úristen. Na ez most itt vicces lesz. Ujj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 j. Hát ez mindenki erre jön, hát akkor miért van itt védekezni? Frankó, nem értem. Így van. Na mindjárt hatékonyabbak egy kicsit a katapultok. Így van. Kaptok egy ilyet, ti meg egy ilyet. Erősítjük az embereinket, és ugye nekik meg még a páncéljukat le is vesszük. Kaptok egy erdőt is, hogy még erősebbek legyetek. Nagyszerű, az olifántok is megérkeztek sajnos. Annak ugye már kevésbé örülök. Lőjed az olifántot? Mert az eléggé veszélyes egyed. De most miért fordulsz meg? Nem tudom. Valami oka biztos van. Egy ilyen olajhordót azért jó lenne ráküldeni. Húha! Ez egy elég vicces. Küld el rá? Jó, tök mindegy. Ezt itt elvesztettük. Mindegy. Még van esély, még semmi nem nincs veszve. Most miért nem tudom a 20-at kigyűjteni? Na ezeket öljétek meg nagyon hamar. Hát egy egyesével jönnek. Ajajaj, ezek egyre többen vannak. Azt a rohadt. Nem baj, ez így jó, hogyha most az épületre mennek, tehát most leagrózzák. Konkrétan. Ajajaj. Hát igen, megjöttek az olifántok, úgy látom. Húha, ez elég vicces lesz. Felgyógyítjuk az épületet, mekkora menő vagyok. Ja, hogy nem lehet felgyógyítani az épületet. Miért nem lehet felgyógyítani az épületet? Úristen. Figyelj, én amondó vagyok, hogy mi, hogy itt meg darab egységük nincs, ezért én a... innen a teremből átviszem oda az egységeket. Tehát így valahova ide. Négy is erről fognak jönni. És hát nem is oda, hanem... mit tudom én, ez mi? Senki nem tudja, jó van. Ennyi vajon megállítjuk őket? Remélem. Mert ha nem, akkor az úgy vicces lesz.
Oké. Álljunk be mondjuk ide. És akkor teljesen jók leszünk. Megvan már ugye a gyülekező. Aha, micsoda tűzharc folyik itt. Nem akarom nagyon előre küldeni a törpéket, mert ugye itt vannak az olifántok, amik ugye nem aprók. El se férnek, baszki. Ja, hogy amúgy volt kovács műhelyem is. Majd ez király. Te mit csinálsz? Nem férnek el? Vagy mi van? Oké, küldjük már őket. De hogy ezek törpe őrszemek, jól van. Na majd akkor velük olifántulunk. Ja, hogy ezeknek is nincs fejlesztve a mitril páncélzat. Hát ez csodálatos. Igen, ezek itt szétvernek konkrétan mindent. De egy olifánt által meghalna. Hát nem fog meghalni. Hogy egy ilyet rátolok, akkor nem. Nem áll baszki, egy ütéssel megöl egy csapatot? Nem a szopat? Na jó, őt kéne megölni. De úgy frankón. Húha. Gyerünk, erről van szó. De most ez mi? És megöli bazzag az összes egységemet, csak úgy, amúgy. Hívjuk le bombadért, mert szükség van rá, nem tudok mit csinálni. Egyszerűen kell. Hát ez már így azért kétséges, hogy most így beszopjuk egy kicsit. Nem már. Na most azonnal fejlesztünk csomó ijászt. Hol van bombadél? Na, üssed már az olifántot, hát mi az neked? Na jó, akkor őt üssed. Ez öcsém itt frankon átjött. Azt hogy? De miért pixelesedik? Ez tiszta szar. Jól van. Ez már ugye frankon itt berendezkedett. Ezt kell majd ugye leromboljam. Hogyha megvan a dolog. Oké, szerintem álljunk neki megölni. Ezek még kisincsenek fejlesztő, baszki. Na végre. Azt hittem még akkor is meghalunk, hogyha ránk esik. Mondom, az már ugye azért egy kicsit vicces. Oké, ezek most jönnek a trónterem felé lényegében. Aminek én nyilvánvalóan egyáltalán nem örülök. Hallod. Mennyie, félemlítsd meg őket. Gyorsan. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Oké, egy megvan, meg is. Egy fejgyullad, vagy mi van ezekkel ilyenkor? Én nem értem. Oké, ami biztos, az az, hogy még egyszer nem fogom oda kivinni a egységeket. Hanem ide be, szépen itt fogunk majd védekezni. Itt bent. Mert ez, hogy egy ilyen nyílzáport rám küld, és akkor meghal az összes egységem egyből, hát azt én nem fogom megcsinálni még egyszer. Hát itt ugye, ami létezik, minden lerombolódott. Sajnos, itt még van egy olifánt, bazzek, hogy került az oda? És pont szembe megyünk vele? Így van. Na akkor várjunk egy picit, tehát ilyet nem akarok játszani. Ti is gyertek oda, és akkor mindjárt neki megyünk az olifántnak. Ezt akkor itt szerintem be is csukhatjuk. Meg ezt is. Hogy erre úgy jön senki. Nem tudom, van egy olyan érzésem, hogy a harmadik hullám lesz a legnehezebb. Nem tudom. Csak remélem, hogy nem így lesz. Na jó, azt ott öljük meg nagyon hamar. Lehetőleg úgy, hogy ne essen ránk, vagy nem tudom. Ja. Nem ártana, hogyha nem esne ránk. Egy kibaszott olifánt. Na, ilyet nem játszunk, öljétek már megfele. Erről van szó. És felgyullad, baszki, nem hiszem el. Jaj. Oké. Csinálunk ide gyorsan egy kaszárnyát. Oda. A második, hogy hívják, is jöjjön ide. Így, jó.
Ó, mennyi jászom vár harca készen, nézd csak. Törpe gazdagságot nyomassunk csak. Mert nem nagyon van rá időnk, hogy itt most hülyéskedjünk. Hát igen, lényeg, hogy fejleszteni kell kifele mindent. Sőt, tudod mit? Jó, mindegy, azt mondja, nem játszunk. Hát igen, fejlesztenék én kifele mindent, mindenkinek, csak hát az a baj, hogy annyira sok pénzünk már nincs. Úgyhogy most így két esélyes a dolog. Ez a cusz meg nem megy feljebb 10-nél, de miért nem? Renoválás. Na akkor legyen renoválás, jó az. Épület renoválása. Ja, hogy gondolom megjavítja. Igen, ez nehéz volt kitalálni. Jó, na gyertek ti is ide. És mondjuk egy bástyát, hogyha ide rakok. Mert miért nem? Na mert ide miért nem lehet? Ezt mondd már meg. Na akkor ne csinálj semmit, akkor hariba vagyunk. Csinálunk ide két őrtornyot, remélhetőleg annyi már elég lesz. Alig várom megérkezzenek, hallod, mindent rájuk küldök megint. Tudod, lejön bombadírt, és akkor majd a záró tűz, az majd megy oda, hova rámegy mindenki bombadírra. Az nagyon menő lesz. Jó. Itt kész. Mert ugye nem árt, mert hogyha itt elbukik a dolog. Na, hol vagy? Hol vagy tok? Ó, az ki az egy Nazgul. Ezek meg... Azt a kurva. Nem már. Jó, ide hívjuk le bombadilt, hát rámegy minden troll. És akkor kap egy záró tüzet. Igen, hát ezt majdnem így képzeltem. Álljatok meg? Nem állnak meg. Baszki. Azt a katapultot, mert szét fog minket lőni. Nesze, őrtorony. Hát ez fantasztikus, tehát ezzel most jó sokat értünk. Ezeket kilövi, vagy most mi van? Oké. Tehát lényegében most itt ezeknek az íjászoknak itt meg kell tartani, vagy 70 ezer barlangi trollt. Hát az lényegében semmi. Ugye? Úgyhogy most azonnal fejlesztünk annyi íjászt, amennyit csak elbír a cucc. Hát mindjárt gondoltam, hogy mindenki arra fog menni, úgyhogy... Ti nagyon szépen eljöztök ide, most azonnal. Jó, hogy egy darab ember nem jön arra, merre én vártam. Ja, hogy ő már itt is van? Nem baj, őt már meg is öli. De gyönyörű! Ez szép volt, gyerekek. Úristen. Elérkezett a harc. Így. Gyorsan, gyorsan. Amennyit tudunk, meg kell ölni. Úgy látom, ebben nem lesz olyan sok, mint én vártam. Nem baj, valamennyit azért öljünk meg. Még mondjuk egyet legalább, vagy nem tudom. Jó, egy meghalt, sír. Most már büszkölök magamra. Kettő, na jó, kész, elmentem. Oké. Kifejlesztünk mindent. Szépen majd várjuk őket szeretettel. Mert ugye úgyis erre fognak ki majd jönni. Igen. Elesett hősöket hívhatsz. És... Ja, a trónból, jó. És milyen hősök estek el? Konkrétan egy hősről tudok, azok meg nem estek el. What the fuck this shit? Ja, hogy ezek jöttek velem? Vagy mi na, nekem segíteni. Ez zsír. De jó, gyorsan el is romboljuk itt majd a várost. Pontos célzás. Ja, ez Legolász, baszki, ú, de jó. Rejtőzködés. Na. Oké, okosan. Lofinda leesett, hát azt mindjárt gondoltam.
Nem tudok segíteni, gyerekek, ne haragudjatok. Mert hol van Sauron szája? Van neki szája? Ezt a pár rohadékot itt ki kéne ütni, igen. Baszki! Ezek egyre többen vannak. Oh my god. Na jó van. Nem pánikolunk. Csak úgy simán lealázunk mindenkit mindjárt. Ó, de nagyon jó vagy. Na várja, most már akkor hívhatom a hősöket, nem? Ezek hogy kerültek amúgy ide? Kell az is, meg az is. Mondjuk oda. Legolász az mindenképp. Gloin is elesett. Ja, az elfekkel jött, jó van. Felgyulladt a Nazgul gyerek, na mi van? Te kurva sokan vagytok, öcsém. Ennek egyáltalán nem örülök. Na, nézz oda. Nem baj, ijászaim is vannak sokan, úgyhogy nagy baj nem lehet. Ezek meg most jönnek a főkapuhoz, ne szívassál. De ezek jönnek a főkapuhoz. Úgyhogy... Na, úgy csináljuk, hogy ide jöjjön mindenki. Igen. Azt a dögöt ott le kéne lőni. Igen. Igen, de jó. Hol vannak már a hőseim? Erről van szó. Mind a kettő itt van, azonnal gyertek ide. Vá, lőjük a tüzes genyót. Na jó, hát úgy látom sokat értem vele. Ja, hogy ezek itt el tudnak jönni mellette, értem, elnézést kívánok. Hol van Legolász? A bosszú tövise. Az igen. Micsoda nevek, hallod? Elég lehetett kitalálni. A katapultot védjétek, mert az úgy látom sokat segít. Igen, eddig nagyszerű. Eddig zsír. Igen. Gyerünk. Kúrjátok meg mindet. Ide jöttek a földünkre, nézz oda. Vannak még? Vannak. De jó. Ti is menjetek lehetőleg. Igen. Zsír, hát mekkora királyok vagyunk. Ó, kés. Na most azonnal ide jön mindenki. Még ti is. És itt szépen be fogunk foglalni mindent. Most ugye az van, nem? Harmadik támadási hullám, mert még vannak. Ja tényleg, ott van az a hülye katapult. A kis mocskos. Hát akkor azt ott megcsináljuk. Azért egyet itt hagyunk, mert már komolyan mondom, nem tudom mire számít csak. Tényleg ezt a katapultot hogy elfelejtettem? Nem baj lényegében. Igen. Igen. Jönnek a katonák, nagyszerű. Így, szépen ide. Így, bizony, igen. Oda egy záró tüzet. Itt szerintem nagyon szépen meg fogunk indulni. Én úgy gondolom. Kéne építeni egy, hogy hívják ott. Ja, de nincs egy építészem se, az jó. Oké. Ti meg mondjuk gyertek ide. Itt szépen ugye a hősökkel megcsináljuk a dolgokat. Oké. Teljesen jól állunk szerintem. Lehívjuk az íjászaimat is. Így, menjetek, öljétek le ezt a izét. Igen, eddig nagyon jó. Hát igen, ugye elején ott kurtuk el, hogy
ugye nem csináltunk védelmet ide délbe. Ez olyan hülye hangzik, tehát hogy... De egy órakor már csináltunk, tehát... Vagy hogy mondjam... Ilyen furcsa hangzik a dolog. Menjetek. Ja, oda nem menjetek. Ide menjetek, igen. Ja, van még itt sok minden. Na, ne álljatok már, ne rüljetek magatokra, mi nincs vége. Ja, ezeket nem tudom. Királyi őrök idézése. Számos törpe zász... Anyát, tényleg? Az kéne. Az de jó lenne az, hogy a számos törpe zászlóai idézése. Az milyen jó lett már. Nem baj, megyünk most egyelőre ide. Igen. Szerintem elég faszán megcsináltuk a dolgokat. Mészárszék, az kell neked. Így van. Persze kilépne szintet, hogy nem Legolasz. Ő amúgy hol van? Ja, jó. Na! Erről van szó, gyerekek. Hú! Hát ez nem volt gyenge. Azt a rohadt. De győzelem. Oké, ráadásul elsőre. Hú, de jó. Igen. The arrival of the elves from Mirkwood assures a victory for the free peoples. The siege of Erebor is broken. The shadow is lifting from Middle-earth. There is but one task left. Lay bare the pits of Dol-Guldur and drive the forces of darkness out of the northern lands. Na igen, az azért vicces lesz. Na, skacok, hát ez jó volt szerintem. 616 egységet vesztettünk, és 1066-ot öltünk meg. Igen. Hát skacok! A következő küldetés az, hogy a Dol-Guldur lesz, és remélem tetszett nektek ez a kis rész. Hogyha szeretnétek ugye még további videókat, akkor dobjatok egy kommentet, illetve lájkoljátok a videót. Én Tomi voltam, sziasztok!